21 tinédzser, 21 látásmód, 21 szánypróbálgatás. A Vekerlei Kultúrház évadnyitó tárlatán az Urmai Ungorán László képzőművész által vezetett alkotó rajztanfolyam növendékeinek munkáit tekinthették meg az érdeklődők. A falakon látható képeket a mester válogatta össze azokból a munkákból, amelyeket a diákok szerettek volna megmutatni a nagy érdeműnek. A kiállítást Kiszitár Orsolya a kultúrház vezetőjének köszöntője után Ári Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa nyitotta meg. Ez egy mester és tanítvány kiállítás. Tehát itt nem csak a tanítványok állítanak ki, hanem azért állítanak ki, mert itt van a mester, aki végigvezette őket egy különleges úton, még bőven van az úton mit menni, de az első lépéseket a mester segítségével tehették meg a kitűnő és tehetséges tanítványok, akinek az alkotásait itt látjuk. Az ART célja az alkotói látásmód fejlesztése, vagyis a világ szépségeinek felfedezése és annak egyéni nézőponton keresztül való ábrázolása. Ári Tamás Lajos azt az odafigyelő munkát, azt az érzékeny irányítást hangsúlyozta, amely tetten érhető az egyéni fejlődésekben, úgy, hogy nem Urmai László utánérzés látható a falakon. Mester, most maradjunk ennél a titulusnál, nem telepedett rá tanítványra, tehát nem lehet kis urmaikat képezni, mert semmi értelme. Vidám, önállóan gondolkodó egyéniségeket kell, és tulajdonképpen bármiféle görcs van bennük már az alkotással, a belső énjük kinyilatkoztatásával, vagy megmutatásával, azt kell feloldani bennük. Emlékszem, amikor elkezdte ezeket a tanfolyamokat, még úgy embert izgulni nem láttam, mint a Lacit. Igazi pedagógus, vénával megáldva nem mert felkészületlenül fiatalok elé állni. És ezt jó volt végigkísérni. Minden kurzusa így indult, kínlódott, megkínlódott azért, hogy ezek a kurzusok elinduljanak, és ez egy hihetetlen áldozat és tisztesség a mestertől, amit láthattunk. Az idei 2021-2022-es év lesz, úgy tűnik, az utolsó az ART Vekerlei Székhelyű Rajziskola működésében, mivel a mester Csopakra költözik. Urmai Ungorán László a megnyitón nem csak a diákokról, a diákokhoz beszélt meghatottan, de szüleiket is megszólította. 11 éve kezdődött el az ART. Egy tanítvánnyal. Most összeszámoltam, idén 21-en voltatok, aminek én nagyon-nagyon örülök, meg annak, hogy 21-en dolgoztatok is, és ilyen munkákat tudtatok összehozni. Hát persze ez egy nagyon szűk válogatása a teljes anyagból. A szülőkhöz szólnék, megköszönve, hogy azt a bizalmat, amivel rám bízták a gyermekeket, arról nem is beszél, hogy akár egy hétig elengedték velem a csopaki táborba. Ez megtiszteltetés számomra, köszönöm szépen. A tárlat képeiről és az iskola filozófiájáról magazinokban láthatnak majd bővebb összeállítást.